Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Újpest FTC Telekom mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A mérkőzést 3-2 arányban nyerte hosszabbítást követően az FTC Telekom csapata. Szeretném köszönteni a részvőket, a vendégtől Hennel Júlt, míg a hazaiaktól Virág Csabát. Először a vendég mestert szeretném kérdezni. So, Júl, it's a classic derby, lots of scoring opportunities both sides for sure. How do you see the game from the bench? I thought it was a great game. I was a little worried at first because both benches were a bit short, so could turn into an ugly game, but I think it was a fantastic game. Both teams were working really hard, lots of chances both ways, and I thought both goalies played great, so it was an entertaining game for sure. Thank you. Csaba, ilyenkor nagyon sok minden nem lehet mondani, egy klasszik derbi, a szektor lezáráson kívül szinte teljes teltház, fantasztikus hangulat. Mit tud ilyenkor mondani egy vezetőedző egy pont után? Az atmoszféra az tényleg szenzációs volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kilátogattak. Nagyszerű mérkőzés volt, nem volt szép, de nagyon-nagyon küzdős volt, és tényleg mindkét csapat megtett mindent annak érdekében, hogy megnyerje a mai találkozót. Nekünk is meg voltak gólhelyzeteink, minőségi gólhelyzeteink. Klasszikus derbi, egy gól döntött. A szerencse az most nem a mi oldalunkra állt, úgyhogy dolgoznunk kell tovább a saját szerencsén. Nincs nagyon megállás, hiszen 2 nap múlva érkezik a FEHA 19 csapata. Az elvesztett derbi ellenére mekkora és milyen pozitivitású dolgokat lehet most ilyenkor kommunikálni a csapat felé? Nyilván nem könnyű az, hogy nem tudom, amikor voltunk egyszerre, nem hogy mérkőzésen, hanem edzésen együtt, úgymond, hogy mindenki bevethető állapotban legyen. De az biztos, hogy akik ma jégre léptek, azok mindent megtettek, és rendkívül jól játszottak. Úgyhogy több játékosnak is ez volt az első mérkőzése. A felnőtt csapatban, ráadásul pont egy derbivel, úgyhogy abszolút le a kalap előttük is, mert a mai teljesítményünk az rendkívül jó volt. Úgyhogy dolgozunk tovább. Nyilván napról napra változhat így a keret, hogy éppen ki tér vissza. Reméljük csak ebbe az irányba fog változni a dolog. Úgyhogy csak készen kell állnunk mindenre. Nagyon szépen köszönöm mindkettő vezetőedzőnek az értékelést, köszönöm a sajtótájékoztatót, thank you. Good luck. Hey, good job.